Jó estét kívánok, Önök a Nézőteret, a Városi Televízió kulturális magazinját látják 2018. április 2-án, húsvét hétfőn. A mai adásban először az Alma Együttes Gyöngyösi fellépésére invitáljuk Önöket, majd az Egri Eventus középiskola diákjainak tárlatát mutatjuk be. Végül megnézzünk egy goblen kiállítást is. Tartsanak velünk! Napjaink legnépszerűbb gyerekeknek játszó zenekara, az Alma Együttes koncertezett Gyöngyösön. Előadásaikon nagy hangsúlyt fordítanak a játékos nevelésre, de legfőképpen szórakoztatni szeretnék a közönséget. A zenekar azonban nem csak színpadon szerepel, egész estés rajzfilmnek és meséknek is készített már betétdalt. Ami néhány generációval korábban Halász Judit és a Kaláka volt, az most valószínűleg az Alma Együttes, amely nemrégiben Gyöngyösön adott koncertet. Napjaink legnépszerűbb gyerekeknek játszó zenekara már a legkisebbek és a családok kedvence lett, ám a mai célközönség kevésbé tudja, hogy a kezdetekkor még felnőtteknek játszottak. Klasszikus és kortárs költők megzenésített versei voltak azok az alapok, amelyekre az Alma Együttes elindult. Valóban irodalmi műsoraink voltak. Voltak ilyen nagyon szép, tematikus, egy-egy költőt körbe ölelő műsorunk. És hát a saját korosztályunknak, meg egyetemistáknak, főiskolásoknak gondoltuk mi az elején, aztán egy ilyen nyári tábor megpecsételte a sorsunkat, egy gyerektábor, ahol vesztünkre, vagy szerencsénkre, inkább így mondanám most már, elvállaltunk egy koncertet, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen szépen fokozatosan elraboltak a kis ufók minket. És aztán így maradtunk, és egyszer csak el kellett dönteni, hogy akkor most felnőttek vagy gyerekeknek játszunk. A zenei útkeresés, ahogy az együttes frontembere fogalmaz, az inspiráló nagy elődöktől, főként a Kalákától indult, aztán a Téli Alma, Nyári Alma című második albumukban már megjelentek a progresszív zenei irányba húzó elemek is. Egy zenekar, amikor elkezdi a pályáját, akkor mindig valamilyen elődök kapcsán vagy inspirálására indul el minden zenész. Mindenki azért kezd el zenélni, mert lát valakit, aki tetszik neki, akit követni szeretne, akihez nagyjából szeretne hasonlítani. És nyilván ilyen értelemben a zenészeknek nagy többsége a legelején csak nyomokban tartalmazza a saját feelinget, és többségében inkább valamiféle utat keres, útkeresés van a legelején, azt hiszem ez a legjobb szó. És ilyenkor nyilván az útkeresés az úgy indul, hogy először próbálkozik azzal, amit szeret, meg amit tetszik neki, azokat nyilván a nagy elődöket próbálja utánozni, vagy azon nő föl, vagy azokon gyakorolja a stílust, és aztán nyilván ez egy teljesen normális folyamat, hogy ugyanúgy anyódja annak idén az Illés Együttes is eltávolodott a Beatles-től, vagy az első útkeresések után, ugyanígy minden zenekar egy idő után a saját hangzását, hangját megtalálja, és az egyre markánsabb lesz. Ennyi nemes ullaság, ennyi seges puhasság, szopírnék mi pendék a vált, ennyi meleg szín, mennyi nemes uraság, szopírnék mi pendék a vált, nagyon jó, mennyi nemes uraság, apa, szopírnék mi pendék a vált, amár ideg szóltál. Az erőteljes etnózenei hangzása mai napig meghatározza az együttes stílusát. Az etnó szerintem azért megmarad, de nagy mértékben szerintem azt határozta meg a, úgymond a zenekarnak a stílusát vagy hangzásvilágát, hogy éppen kik az aktuális tagok. És hát mondjuk én 2004-ben csatlakoztam, akkor már Tibi már játszott a zenekarban, akkor már nagyjából kialakult az a hangzásvilág, amit most képviselünk. Azt mondanám, hogy eklektikus. Azt hiszem, ez a legjobb szó. Ez a szó mindenre jó, az a lényeg benne. Tulajdonképpen, mivel én tehát mindenféle stílusban dolgoztam már, megjátszottam mindenféle zenekarba, ezért mindegyik stílust szeretem. Tehát jó, lehet, hogy van egy-kettő olyan, amit nem, de azt nem is csináljuk. De hát általában én
mindegyik, tehát akár, hogyha egy reginótát csinálunk, tehát, és inkább a dal felől közelítjük meg a dolgokat, tehát, hogy mit mond a szöveg, mit mond a mit kíván maga mondani valója a dalnak, és akkor ahhoz egy olyan fajta zenei világot építünk. A gyerekeknek játszó zenekarok mindig ügyelnek arra, hogy játszva tanítsanak és neveljenek, a legfontosabb azonban, hogy szórakoztassák a kicsiket. Az Alma együttes zenéjében a vidám és ritmusos hangzás dominál, a gyerekek pedig hálás közönségnek bizonyulnak. Őszinte és azonnali reakciókat adnak, mondja a zenekar hip-hop stílust képviselő tagja. Most mondhatnám azt, hogy nem szeretek felnőtteknek énekelni, de ez nem igaz, de jobban szeretek gyerekeknek énekelni, meg szín. Én Gornanyvárnak a színi iskoláját végeztem el, és gyerekszínházban dolgoztam majd 8 évet, mielőtt az Alma zenekarba jöttem, úgyhogy igazából én is gyerekeket szórakoztattam, csak más formában, és hát kifizetődőbb, azt kell, hogy mondjam, sokkal jobb, mert azonnali visszajelzést kapsz a színpadon, hogy milyen az, amit csinálsz. Egy koncerten is, de ott azért nagyobb a hangzavar, a színházban azért ott, hogyha nem tartott fenn a gyermeknek az érdeklődését, akkor azt azonnal egy-két renitens srác elég hozzá, hogy azonnal felbódítsa. Közel a felhő, mely elsőt hoz, nem csak borul. Kicsinek, nagynak is egyformán dúdol a szívem. Lehet szebb, mintha hozzá a szíved zenét. Fönn kell tartani az érdeklődést, nagyon velük egy ritmusban, egy hullámuszon kell lennünk, tehát nem szabad kifárasztani sem, túlpörgetni sem őket, de azért, amikor látjuk, hogy táncolni van kedvük, akkor mondjam azt, hogy ki kell szolgálni őket, és azért ez így sokkal, és hát ettől is interaktívabb egyébként, tehát ezért is választottuk úgymond ezt az interaktív jelzővel ellátott koncertet is, pont ezért, mert mi szeretünk része is lenni annak, hogy a közönség ott van, és nem csak passzívan lejátszuk a 10 nótát, oké, meg volt, és akkor sarkon fordulunk, hanem inkább ez a fajta játékosság, ez persze ezáltal minket is jellemez, tehát pont ezért is tudunk velük, úgymond egy hullám hosszon lenni. Na meg azért is, mert a fiatalok által igencsak kedvelt hip-hop és rap is megjelenik zenéjükben. Nem az van, mint gyermekkoromban, hogy amit édesanyám feltett a lemezjátszóra, vagy Halász Judit néni, vagy a Süsi a sárkány meselemez, hogy azt hallgattad, hanem ott van a korlátlan lehetőségek tárháza a YouTube, úgyhogy olyan szinten, tehát van olyan kis srác, aki több hip-hopert ismer, mint én, meg újabb repeket, tehát hogy igazából nekünk is fel kell zárkózni a gyerekek mellé. A zenekar felkérést kapott a Hortobágyi Nemzeti Parktól 10 dal megírására a Natura 2000-es területek élővilágának megismertetésére. Ezen kívül évi 300 koncertet adnak, úgyhogy, mint Szabó Tibor mondja, a jövőt most élik. A Hortobágyot most fejeztük be, tehát az egy elég nagy munka volt, azért ott 10 dal készült, videóklip, egy videóklip van kész, még szeretnénk hozzá videóklipet, egyet biztos, de lehet, hogy még lesz több is. Tehát azt hiszem, hogy most ezt így kifújjuk magunkat, tehát ezt azért még be kell futtatni, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ki kell mindig futnia egy új anyagnak. Most dolgozunk azon, hogy ezeket a dalokat beemeljük a koncertműsorba, akarunk lemezbemutató koncertet, vagy akár turnét is belőle. Az Alma együttes játszotta az egész estét betöltő Kumba című rajzfilm zenei betétjét, de tőlük hallhatjuk a népszerű Bogyó és Babóca című mesesorozat főcímdalát is. Első alkalommal mutatkozott be önálló tárlattal Gyöngyösön az EGRI Eventus Üzleti Művészeti Középiskola. A Vahot Sándor Városi Könyvtárban látható kiállítást az iskola egyik szakkörének diák alkotásaiból válogatták össze. A címe Új Romantika felé.
Az Egri Eventus művészeti középiskoláról eddig csak hallhattunk Gyöngyösön. Márciusban azonban láthattuk is az eredményét annak, hogy milyen munka folyik az iskolában. Az Új Romantika című kiállítás, melyet Ónódi Mátyás az Eventus művésztanára nyitott meg a Vahogy Sándor Városi Könyvtárban, az első bemutatkozása az egri diákoknak Gyöngyösön. Az iskola bemutatására mi is Ónódi Mátyást kértük meg. Párhuzamos képzésben végezzük a szakmai oktatást, tehát negyedik évben érettségit kapnak a diákjaink, és plusz egy év az ötödik évben pedig szakképesítést, illetve érettségi utáni képzést is tartunk, ők két év alatt végzik el a szakmát és szakképesítéssel távoznak. A szakjaink mozgóképes és grafikus, ez a két fő szakirányunk, illetve elindítottuk a fotográfus képzést és stílus, tehát dekoratőr képzésünk is szokott indulni. Ezek között tulajdonképpen az átjárás az biztosított, tehát hogyha valaki bizonytalan, hogy melyiket is válassza, akkor tulajdonképpen, ha bekerült az intézményünkbe a felvételi kapcsán, akkor utána is lehet még lehetőség arra, hogy váltson szakot, annak megfelelően, hogy melyik érdekli majd igazából. Az iskolában természetesen nem elegendő az, hogy valaki ügyes kezű legyen. A művészeti képzésnek a része a sok elmélet is. Természetesen a képzésnek a szerves részét adja ki a művészettörténet, ugyanúgy, mint mondjuk a tipográfia, illetve a művelődés történet, tehát egy széles körű rátekintést próbálunk nyújtani a diákoknak a művészetnek a világára, hiszen ez egy olyan fajta megalapozást ad, ami aztán a vizuális alkotó munkában meghatározó, kézzel fogható eredményt jelent. A diákok az alkotásaikkal rendre versenyeznek is, és nem csak házon belül. Voltak éppen az itt látható az Új Romantika felé című kiállítás is, egy azonos címmel kiírt pályázat eredményeként született meg. Az iskolán belül is szervezünk versenyeket, ahhoz kapcsolódó kiállításokat, de természetesen az országos versenyeken is indulunk. Március végén lesz a 7. országos festészeti verseny, ahova 6 diákunk munkáját választották be, illetve az országos rajzversenyre is érkezni fognak diákjaink, és igyekszünk minél több pályázatot, egyéb versenyt megragadni, és akár óra keretében, vagy önálló munka keretében, de készülnek a diákok és pályáznak, nem csak készülnek és pályáznak, hanem szép szemmel hoznak el díjakat, és nyernek is ezeken a versenyeken. A tematikánk lényegében egy szakkörnek a tematikája, tehát a romantika festészetét, illetve a 19. század művészetét ölelte föl, tehát nem csak alkotó munka zajlott, hanem előadásokat hallottak az irodalom kapcsán és a zenetörténet kapcsán is, tehát itt is egy szélesebb rátekintést nyújtottunk a korszakra, és ez alapozta meg aztán az alkotó munkát, ahol a saját gondolatokat, érzelmeket a megfelelő vizuális eszközökkel ki tudták fejezni a diákok. És miért éppen a romantika került terítékre? Azt gondolom, hogy ez az a korszak a diákok életében, ez a korosztály, aki a leginkább fogékony erre, hiszen itt azok az érzelmek megjelennek, ami az egész romantikát körbelengi, legyen ez pozitívabb, vagy akár egy kicsit negatívabb hangvételű érzelmek, tehát itt a diákok már olyan mértékben feldobzódik bennük ez a fajta érzelemvilág, ami kitörni vágyik, tehát kifejezni vágynak erre, és most már a kezükben van az az alkotó tevékenység, az a tudás, amivel ezt meg is tudják tenni, és így aztán létrejönnek ezek a szép alkotások. Az alkotók különféleképpen élik meg a romantikát. Vannak, akik a hagyományos romantikus témákat dolgozták fel, ám akadtak olyanok is, akik elmertek rugaszkodni a romantika bevált toposzaitól, és inkább belsőik romantikus érzéseit vitték papírra. Tulajdonképpen ez is volt a célunk, tehát hogy ne csak egy ismétlés, egy művészettörténeti parafrázis szülessen, hanem ezek nyomán újabb gondolatok, újabb képi megoldások szülessenek, és igazából ez a legnagyobb hozadéka ennek a munkafolyamatnak, hogy ez egy fél éves munka eredménye volt, tehát ebben csapódik le ez a befektetett energia és erő, hogy az önálló gondolkodás felé elindultak ezek az alkotások. Azt hozták igazából a diákok, amit a pályázat kiírásakor vártak tőlük, vagy többet, vagy éppen kevesebb? Többnyire azt hozták, de vannak pozitív meglepetések is, tehát személyeket értek, tehát volt, aki az elején nem volt annyira lelkes, vagy nem is kapcsolódott még be, csak menet közben, és aztán ő is olyan munkát állított ki, ami meglepte a tanárokat.
egy szűrőrostát mindenképpen alkalmaznunk kellett, hiszen az anyag az olyan bőséges volt, hogy ebből mindenképpen meg kellett válogatni, hogy kik kerüljenek bele, tehát ez lényegében a megmérettetésnek a lényege. És hát van két diákunk, aki az elejétől kezdve lelkesen, szorgalmasan és jó ötletekkel dolgozott. Tőlük két-két munkát láthatunk. Ő Papp Dalma, az egyik tanulónk, ő jelenleg médiafotográfus szakon tanul, már a második szakját végzi nálunk, és a másik tanulónk pedig Hegedűs Bence, ő pedig 9. évfolyamos, tehát ő éppen most kezdte el nálunk a képzés, és nagy lendülettel, nagy lelkesedéssel szállt bele a munkába. Ismerjük hát meg közelebbről is a két alkotót. Elsőként a médiafotográfus szakon tanuló Papp Dalmát. Én itt végeztem, és visszajöttem szakképzésre, és én grafikuson végeztem. Melyik az, amelyik közelebb áll? Igazából mindkettő tetszik. Kettő szeretem. Melyik lesz az, amelyiket inkább majd élethivatásnak választanak? Azt majd a sors eldönti. Ez a mostani anyag egyfajta kihívás volt a diákok számára, a romantikát újra gondolni egy kicsit. Mennyire volt ez számodra egyértelmű, hogy ebben érdemes lesz részt venni? Nem volt kötelező, tegyük már is hozzá. Hát igazából én szerettem volna berészt venni, mert még ilyen témakörben nem nagyon alkottam, és ki akartam ebből is próbálni magamat, hogy ez hogy menne, vagy mint menne, és persze sok gondolkozási idő volt, hogy mit hogy szeretnék megrajzolni, milyen témában hogy szeretném, és végül ami két rajzom ki van állítva, arra esett a választásom, hogy ezek jók lennének. És igazából az is jó benne, hogy két külön stílusban van rajzolva, meg az egyik az festve van, de az is ilyen vegyes technika, a másik meg filccel van, tűfilccel, meg alkoholos filccel van készítve, szóval így két külön technikával vannak készítve. A festmény egy naplementét ábrázol, ami Dalma számára a szabadság érzésének megtestesítője. A másik is egy lány érzelmeinek a kivetülése, aki álmában a romba dőlt világból az angyalok közé vágyódik. Dalma azt mondja, a romantika mint stílusirányzat egyébként is közel áll hozzá, ezért nem volt nehéz témát találnia. A 9. osztályos Hegedűs Bence a legfiatalabb kiállító. Ő azt mondja, meglepődött, hogy rögtön két munkáját is beválasztották a kiállítási anyagba. Az egyik képemet festettem, ezt igazából ugyanúgy a romantika stílusban dolgoztam ki. Próbáltam a saját gondolataimat belevinni, mint például az elvonulás, a depresszió, a magány, és stb. Ez a saját érzéseidet is tükrözi egy kicsit? Viszonylag igen. Inkább ilyen magadba forduló, visszafogott fiatal ember? Ez ilyen elvonatkoztatott dolgokat. Igen. És mi a másik képed? A másik pedig, amit grafittal dolgoztam ki. Ott pedig egy tájképet festettem, vagyis ábrázoltam. Hát erről igazából nem tudok úgy mit mondani. Ez is így ugye a saját elképzelésem volt, hogy a gondolataim szerint, hogy hol járnék a legszívesebben, mely tájakat néznék meg a legszívesebben. Ez egy álombeli táj valójában, ugye nem egy valós tájnak a visszaadása, viszont ami érdekes, ugye, hogy ezt fekete-fehérben, ugye grafittal dolgoztat fel, itt tulajdonképpen a nézőre van bízva, hogy ő ezt milyen színesre álmodja tovább. Ezt én is természetesen így gondolom, és ezt direkt így alkottam meg, ezt a képet. Bence tervei között a művészeti irányban történő továbbtanulás szerepel. Leginkább az alkalmazott grafika az, amiben a jövőjét látja. Lehet már ilyenkor látni, hogy kik azok a tehetségek, akik a jövő művészei lehet? Ezt nem vagyok benne biztos, tehát ugye vannak olyan rejtett tehetségek, akik lehet, hogy még fél év, vagy még egy év kell nekik esetleg, hogy igazából kibontakozzon, és mi is meglássuk benne azt a potenciált, ami addig rejtőzött. Nyilván az alapkészségeket, érdeklődést azt látjuk, de hogy mivé fejlődik, az rajtunk múlik, és mi általunk fog felszínre kerülni. Emeljünk ki még egy képet a sok közül. Azt, ami, mint megtudtuk, nem véletlenül került a meghívóra és a plakátokra. Ez Kemecsi Ivett alkotása.
Nekem azért kedves, mert hát ez triviális dolog, de a legkisebb alkotás, mégis a legtöbb érzelmet számomra legalábbis ez generálja. A 19. század festészetéből nekem Friedrich az egyik kedvencem, és talán az ő képi világához kapcsolható a leginkább, illetve a színeiben is talán. Tehát én őt emelném ki. Tükröződik egyébként a munkáikon az az ismeretanyag, amit mondjuk a romantikáról ők megtanulhatták, összeszedhettek? Igen, tehát ezt igyekeztünk azért, tehát olyan formai elemeket beemelni, ami egyértelműsíti ezt a fajta kapcsolatot. Mivel az iskola egyik fő célja, hogy minél több bemutatkozási lehetőséget biztosítson a fiataloknak, a kiállítást is szeretnék minél több helyre elvinni. Keressük az intézményeket, akik befogadják, illetve hát a városon belül, tehát Egerben lesznek olyan külsős helyszíneink, ahol már leszervezetten, tehát jövő ősszel betekintést nyújtunk ezek által az iskolába. Annyit már most elárulhatunk, hogy a könyvtár és az iskola között szeretnék állandósítani a kapcsolatot. Így várható a jövőre ismét elhozzák majd Gyöngyösre az aktuális kiállítási anyagukat. Az együttműködés része az is, hogy áprilisban az itteni Hermann Lipót hagyaték grafikáiból nyílik majd kiállítás az Egri Eventus Művészeti Iskolában. Goblen kiállítással várták az érdeklődőket a Mátra Honvéd kaszinóban. A tárlatot a kaszinó tánccsoport szervezte, akik a környéken élő alkotók munkáiból válogatták össze a kiállítás anyagát. A Mátra Honvéd kaszinó tánccsoportjának tagjai nem csak fellépnek egy-egy rendezvényen, hanem aktívan szervezik is a város kulturális életét. Folyamatosan járják az országot műsoraikkal, s az egyik ilyen fellépésen találkoztak egy goblen kiállítással. Ekkor jött az ötlet, hogy ők is szervezzenek egy tárlatot városunkban. Mi tagjai vagyunk az Életet éveknek 60-i szervezetének, Sánta Gyula vezetője neki, és amikor Egerben van a háromnapos fesztivál, akkor az egri kollégánk, Fűrész János, ő mindig szokott kiállításokat szervezni. Most tavaly goblen kiállítás szervezett, aztán mi ezekre a kiállításokra mindig itthon is szoktunk szervezni, és akkor elviszük az anyagokat, hogy minél több legyen nekik. És akkor így beszélgettünk a igazgatóúrral, itthon Mihalik Józseffel, ezekről a dolgokról, és mondta, hogy hát azt mondja, nekünk is kellene egy kiállítás. Rendben van, megbeszéltük. Hát akkor én elbeszélgettem a csoporttagokkal, tudtam, hogy többen gobleneznek közöttük, akkor kinek van ismerőse, akkor nekem is volt ismerősem, unokatestvérem meg az Erzsike 60-ban, elmentünk oda, és így lassan 36 darab goblen összegyűlt. A kiállításra 60-i, rózsaszentmártoni, halmaugrai és gyöngyösi kézművesek is érkeztek, akik a goblenezés különböző formáival ismertették meg az érdeklődőket. Köztük volt Búzás Imréné, aki már gyermekként is segédkezett édesanyja mellett, hogyha kötésre, varrásra vagy goblenezésre került a sor. A kézimunka szakkörünk a múlt évben 40 éves volt, 40 éve működik. Én első perctől fogva tagja vagyok, sajnos már egyedül élek az alapító tagok közül, mert idős emberek vagyunk és elhaltak. És legelőször a legegyszerűbb hímzésekkel kezdtük, ugye a kalocsa, hát az ugye közismert, és utána a komolyabb dolgokat. Most a goblen az a főúri réteg kisasszonyainak volt a munkája, tehát ők kézimunkázták ezt, mert a goblenhez millióféle szín kell, és a fonál már akkor is nagyon drága volt, és azt az egyszerű nép nem tudta megvenni, meg ehhez annyira finom kéz kell, hogy a mezőgazdaságban dolgozó asszonyok ezt nem tudták végezni. A goblennek két fő iránya van a gyapjú goblen és van a tűgoblen. A tűgoblent általában selyemfonallal varták, vagy az osztott hímző kettő szálával. A gyapjú goblent azt az osztott hímző 6 szálával varják, tehát haladósabb, de ugyanolyan tetszetős, mint a tűgoblen. A goblen tehát egy szövéstechnikát utánzó művelet, mely a keresztöltés balról jobbra dőlő felét használja alapöltésként.
A goblej névvel azonos technikát már az ókorban is ismerték, de a középkortól lendült fel igazán a textilművészet. Főleg templombelsők díszítésére készítették az akkor még nagyméretű alkotásokat. A 19. századtól egyre inkább a kárpitok gépi szövése terjedt el, a kézi szövésű goblejnt a szecesszió hozta ismét divatba. Maga a goblejn hímzés szintén ebben a században vált ismerté, amikor is abba hagyták a nagyméretű és munkaigényes fali kárpitok szövését. A hímzésnél sűrűn egymás mellé az alapanyagot befedve öltenek. Mindig balról jobbra haladnak, a hímzendő munkát nem forgatják közben, így a dőlés irány azonos lesz. Annyi tűt használnak, ahány színnel dolgoznak, így nem kell színváltásnál állandóan újrafűzni a következő színfonalát. A goblejnek 90% a fali kép, a futókra csak bizonyos körbetéteket tettek, vagy egész kicsi hímzést bársonyba foglalva, és arany csipkével kerítve. Milyen anyagok szükségesek egy goblejnek az elkészítéséhez? Hát meg szoktuk venni a festett goblejneket, ha pedig százszámolásos a goblejn, akkor úgynevezett kongri anyagot veszünk, az ilyen lukacsos anyag, amiben ugye bele lehet a 6 szálat fűzni, mert mindenben nem lehet, tehát azt nem lehet vászonra varni, az csak ilyen lukacsos anyagra lehet a goblejnt varni. A goblejn az mindig színes. Tehát legismertebbek a virágcsendéletek, tájképek és a kultikus tárgyú szenteknek a másolatai, azon kívül a híres festmények. Tehát most is itt van a Munkácsy Mihálynak a Rőzsehordó asszonya, és attól függ, hogy a festő milyen témát választ, de van, aki megrendelésre festi azt, amit kér a goblejnt készítő. Mivel sokféle témájú és motívumú goblejn létezik, így a 60-i kézműves csoport is különféle alkotásokkal érkezett. Egyik szakkör társamnak van 54 goblenje, abból válogatott a tárcsoport vezető, és ami úgy megtetszett nekünk. Hoztunk kultikus tárgyút, hoztunk tájképeket, hoztunk paraszti élettel kapcsolatos nádfedeles házikó is van benne, akkor ugye van benne Szent Teréz, Jézus levarva. Szóval nagyon sokféle a goblejn, és ez festett goblejn, vagy pedig van a számolásos goblejn. Az megvan a műhelyrajz, és arról számoljuk le, hogy milyen szín, hány öltés. Búzásné az általa már említett vastag szövésű, és a tűgoblejnél is osztott fonállal dolgozott. Egy fonal 6 kisebb szálból áll. Ha vastag lyukú goblejnt varnak, akkor az egész fonalat használják, és még 2 másik vékony szára van hozzá szükségük. Ha tűgoblejnt készítenek, akkor 3 vékony szállal dolgoznak. Goblejnt is készítettem, tűgoblejnt is, meg gyapjúgoblejnt is, de most a szakkörünk, ha szabad erről beszélni, fő iránya a Lesznai Anna hímzésterveinek a levarrása. Pillanatnyilag is van egy kiállításunk a 60-i önkormányzat galériájában, 24 keretezett kép van kiállítva. A másik fő témám nekem személy szerint a Kopa Lajosné szakkörvezetőnk által összegyűjtött 60-i fehér hímzésnek a viseleti darabokra, futókra való átvarázsolása. A 60-i fehér hímzésről tudni kell, hogy az 30-as évek után abba hagyták, kivetköztek az asszonyok, és a kivetközött viselethez már nem kellett a fejre való vasalt kendő, mert a 60-i fehér hímzésnek az alapja a fejre való 60-i fehér vasalt kendő és a nyakba való fehér kendő, de csak fehér. És így alig tudtunk öreg kendőket felgyűjteni, de a szakkörvezetőnk 2-3 éves munkája alatt nagyon szép anyagot összegyűjtött, és most azon dolgozom, hogy a 60-i értéktárba fölvegyék, május 31-ig kell ezt a pályázatot beadni, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog.
alkotó jelenleg is egy fontos és időigényes munkán dolgozik, ezen kívül már újabb meghívásuk is van a Mátra Honvéd kaszinó jóvoltából. Én most a 60-i belvárosi templomba varrok oltárterítőket, 6 orihímzéssel varrom és hófehérrel, és fényes hófehér fonal van díszítve. 6 oltár van, és 21 kis terítő, tehát az azt jelenti, hogy 40 nagy minta és 21 kis minta. Ez körülbelül egy fél éves munka nekem. A táncsoport vezetője felkért bennünket, hogy szeptember hónapban csináljunk mi is kiállítást. Hát úgy gondoltam, hogy nekünk olyan óriási anyagunk van, hogy egy kiállításra nem fér be. Tehát az első kiállításunkat gondoltam, hogy a Lesznai Anna hímzés terveiből készítsük, mivel Lesznai Anna 60-ikum. Tehát 60-nak egy nagyon prominens, kiemelkedő személyisége, ugyanis ő a 60-i kastélyba tartózkodott nagyon sokat, a 60-i báróknak az unokahúga volt, és kötvélyesről itt rengeteget volt itt, ugye, és ő a 8-aknak a társaságában benne volt, és ez Ady Endrének a kortársa volt, tehát ő politizált is, cigarettázott is, de mindig az ölébe volt a hímzőcérna, meg a anyag, és ő mindig öltögetett, akárhol volt, beszélt, és öltögetett. És a második kiállítás, amikor majd a táncsoport vezetője megjelöli, akkor tájjellegekkel jövünk. Önök Nézőtér című kulturális magazinunkat látták 2018. április 2-án húsvét hétfőn. Egy hét múlva ismét számítunk figyelmükre, addig is nézzék a városi televízió műsorait. Szép és kulturális eseményekben gazdag hetet kívánok önöknek. Viszontlátásra!